Vágyott már arra, hogy egy időgépbe ővet tisztállással jövőt? Hogy tudja, mit kell most tennie, és mit kell elkerülnie ahhoz, hogy hosszú távon elégedett és sikeres legyen mind szakmailag, mind a magánéletében. Gondolt már arra, hogy jelenbeli döntései milyen hatással lesznek jövőbeli kilátásaira? Ha igennel válaszol ezekre a kérdésekre, akkor jó helyen van. Ez itt a Future Talks, a Trade Magazine Business podcastja, én pedig Krizsó Szilvia vagyok. Műsorunkban ismert és elismert üzletemberekkel, tudósokkal és szakértőkkel hozzuk közelebb a jövőt. Tartson velünk! A Future Talks vendége Illés Fanni, paralimpiai bajnok, magyar úszó, világ és Európa bajnok. Egyben szia Fanni, örülök, hogy itt vagy. Szia! Hát nagyjából három hónappal ezelőtt nyertél aranyérmet Tokióban, most azért már gondolom, nem vagyok benne biztos, hogy elkezdted a felkészülést Párizsra, elkezdted? Elkezdtük a felkészülést már november elején, november 2-án volt az első ilyen edzés, meg most sem mondanám ilyen erőseknek, napi egyszer úszunk ugye a kettő helyet, de hát valahogy fel kell készíteni a testet arra, ami rá vár, úgyhogy ez így folyamatosan zajlik természetesen. Három hónap, nem tudom mennyi idő ahhoz, kevés. Hogy... ja, arra, hogy elenged, tehát, hogy így a... Hát igen, meg hogy ezt így feldolgozzam meg, tehát, hogy így csak csinálom minden nap a dolgomat, és ez lendít túl, de egyébként azt a hatalmas boldogságot, meg örömöt, ugye én akkor sem éreztem, csak az, hogy megkönnyebbültem, mert ugye egy teher lekerült rólam, most meg csak magamért úszok, és ugye nincs cél, így azért nehéz. Párizs nagyon messze van, úgy mondom, hogy nincs cél. Tehát, hogy több mint 1000 nap múlva lesz, azért az ember nem tud úgy gondolkodni. Sajnos most egy országos bajnokságunk lett volna, nem indultam volna, de úgy jó lett volna találkozni a többiekkel, és akkor így átbeszélni, hogy ki hogy érte meg. Most ez elmarad megint. Milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy ez a nagy boldogság, vagy ez az euforikus öröm az nem volt benne, csak egy ilyen megkönnyebbülés, miközben hát azért az, hogy valaki megnyer egy olimpiát, tehát azért egy átlagember el sem tudja képzelni, hogy az milyen érzés. Szerintem nem akkor esik le, mert nekem is akkor az volt bennem, hogy jó, megnyertem egy versenyt, ez volt a feladatom, ezt is tűk ki célul, hogy minél előrébb végezzek, jó időt ússzak, és de közben akkora volt rajtam a teher, tehát minden ember ezzel kergetett, hogy na, mikor úszom már meg az aranyérmet. Tehát nem az, hogy mikor lesz a 100 mell és mik az esélyek, hanem mikor lesz már meg az aranyérem, melyik az aranynap. És ez azért nagyon tudott nyomasztani, főleg azért, mert végig az volt bennem, hogy azért ennyi embernek nem szeretnék csalódást okozni. És akkor láttam, hogy a Kristófon is, a Milák Kristófon ugye mekkora teher, és láttam vele egy interjút, és mondta, hogy ő ezekkel nem foglalkozik. És ugye a pszichológusommal mi is erre mentünk, hogy ezekkel ne foglalkozzak, vagy az előnyömre fordítsam. És így volt könnyű ezt átvészelni, meg teher nélkül úszni, mert tényleg ezeket ki kellett zárni maximális. Nem olyan régen beszélgettem veled egy céges rendezvény keretében, mi akkor találkoztunk először, és én ott akkor elmondtam neked, hogy számomra olyan felszabadító élmény volt veled beszélgetni, mert előtte ezért izgultam, hogy hát oké, most hogy tudok valakivel beszélgetni, akiről egy csomó mindent olvastam, tudom azt, hogy ugye a láb nélkül született, hogy milyen munka van mögötte, és hogy nehogy rosszul viselkedjek, amivel megbántalak, vagy túl érzékeny vagy, és hogy semmi nem, tehát hogy egyszerűen annyira jó érzés volt veled beszélgetni, hogy elképesztő. És azon meditálgattam, hogy vajon neked ezt mások is mondják-e, hogy először félszegen, vagy félve közelítenek hozzád, hogy nehogy téged mondjuk megbántsák. Ma is volt egy ilyen, szerencsére ugye mióta megnyertem, azóta úgy jönnek oda az emberek az utcán, hogy gratulálnak, és hogy követnek a közösségi oldalakon, és hogy ez egy mekkora dolog, amit csinálok, és mindig csak annyit tudok mondani, hogy én csak csinálom azt, amit, tehát, hogy amit szeretek, úszok, meg élem az életemet, és ma is odajött egy srác, de így félve, hogy én vagyok-e az, meg minden, és akkor így ránéztem, én mondom, hány láb nélkül látsz a városba? Tehát akinek ilyen hosszú haja van, mondom, mert csak én lehetek. Szóval úgy a humor az szerintem nagyon nagy eszköz, meg jó eszköz erre, hogy ezeket a kis félszeket leküzdjük, és tényleg tabuk nélkül lehessen beszélgetni, mert tényleg ez csak egy állapot, ez egy tény, mint az is, hogy barna a hajam, barna a szemem, én ezzel nem tudok változtatni,
nem is szeretnék, és elvárom a társadalomtól, hogy ők is úgy nézzenek rám, hogy én így szeretek élni, az életemet így szeretem, ahogy van, nem vágyok másra, nem szeretem azt, hogy rám erőltetik, hogy de én biztos úgy kelek fel minden nap, hogy én kívánom a lábakat, soha egyszer nem keltem így fel. Megkaptam már azt is, hogy megjátszom magamat, és csak teszem azt, hogy ilyen, hát aki ismer engem, az tudja, hogy, tehát, hogy ha valami nem tetszik, vagy valami nem úgy, akkor az látszik az arcomon. Én rosszabb esetben még meg is szólalok, úgyhogy nem tudom megjátszani magam, nem vagyok jó színésznő. És meg nem is szeretnék az lenni, és tényleg elvárom azt, hogy az emberek engem nézzenek, mint embert, ne ezt az állapotot, mert én se azt nézem rajtad, hogy barna a szemed, és akkor úristen, nem beszélek veled, mert barna a szemed. Tehát, hogy olyan társadalmi sztereotíp hülyeségek vannak, hogy ezeket le kell dönteni valahogy. De hogy lehet egyébként ledönteni, mert azt én értem, hogy te ezt várod el a társadalomtól, de azért azt gondolom, hogy, és hogyha most nem egy ilyen definíciót mondok, hogy a társadalom, hanem az embereknek talán ez a legnehezebb, hogy hogyan közelítsünk. Nehéz, mert ismeretlen, mert igen. Nem ismerik, mert nem találkoztak még hasonlóval, de szerintem pont ezzel kapcsolatban a paralimpia egy hatalmas eszköz lenne szerintem, ugye a médiában. Én úgy gondolom, hogy a médiának hatalmas a felelőssége, tehát hogy minél több paralimpikonnak mondjuk a történetét bemutatni, és ezáltal is látnák az emberek, mert ugye azt látják a tévében, vagy sorsokat bemutatni, nem kell paralimpikonnak, parasportolónak lenni feltétlenül. Csak azért mondom a paralimpiát, mert az akkora erővel bír, hogy mint az olimpia is, tehát hogy mindenki azt nézi akkor, és úgy gondolom, hogy ez egy tök nagy eszköz tudna lenni a médiának. Egyébként ez most meg is történt Tokióban, valami végre átszakadt, látják az emberek, tehát hogy a magyar társadalom is befogadó végre, hogy basszus, itt nem arról van szó, hogy heti egyszer lemegy ez a csaj úszni, hanem ugyanúgy edz, mint a hosszú Katinka, semmi különbség nincs, ráadásul csak a karjait használja. Tehát, hogy ez mögé kell látni a dolgoknak, és egyre többen hajlandóak erre, és ez azért, mert kapják a médiából, meg innen-onnan információban is, és szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy lássák, hogy tapasztalják, hogy együtt tudjanak ezzel élni. Az, hogy te, neked ennyire integratív személyiséged van, és te ennyire jól vagy magaddal meg magadban, ez az úszásnak köszönhető, szerinted? Szerintem az úszásnak és a családomnak. Tehát, hogy én gyerekkoromban se éreztették a szüleim, hogy más lennék, soha úgy is neveltek, tehát, hogy éppként, hogy mindent oldjak meg magamnak. Nem azt kell itt elképzelni, mert egyesek elképzelik, hogy az én szüleim milyen kőszívek voltak, hogy ott hagytak a szoba közepén, és akkor oldjam meg, nem. Csak normál módban tanítottak, mint ahogy ugyanúgy a húgomat, aki ugye teljesen épp. És hát szerintem az úszásnak is köszönhető, igen, nagyon-nagyon sokban, mert le tudtam vetkőzni az úszás által a gátlásaimat. Azért én is egy nagyon szégyellős gyerek voltam, pontosan azért, mert állandóan bámultak az emberek strandokon. És akkor ugye a műláb egy ideig eltakart, aztán ugye 5 éve úgy döntöttem, hogy ugye azokat is levetkőzöm, mert én így vagyok mindig teljes, és így vagyok boldog. A műlábak eszközök voltak az életemben, abban az időszakban nagyon jól is jöttek, mert semmi nem volt akadálymentes se Rezibe, ahol én felnőttem, se Zalaegerszegen, ahol én gimnáziumba jöttem, itt Pesten meg már nem jöttek jól, és tényleg mindig azok nélkül éreztem a legjobban magam. Én a mai napig hordanám, ha mondjuk mind a kettő térdem meg lenne. Nem mondanám, hogy akkor kerekesszékbe lenni, mert pontosan tudom, hogy akkor műlábat hordanék. Viszont én a műlábaimat csak úgy tudtam használni, hogy 2 mankó segítségével. És ez teljesen bekorlátozza az embert, hogy se karja, se lába, ez így kezeim vannak, és így teljes életet tudok élni. Én nem tudom, most is, hogy beszélgetek veled, azon meditálok, hogy valahogy téged receptre kellene felírni másoknak, akik mindig nyavajog, beleértem magamat is, tehát, hogy nyavajgunk a mit tudom én, hogy ez nem tetszik magunkon, az nem tetszik magunkon. Én is nyavajgok eleget. Persze, hát nekem is, hogyha pattanásos az arcom, vagy hízok pár kilót, teljesen ki tudok készülni ugyanúgy. De igen, azért emlékeztetni kell szerintem a társadalmat arra, hogy főleg itt a Covid idején tényleg, hogy az egészség az mindennél többet ér. Én egy egészséges ember vagyok, nekem semmi problémám nincsen szerencsére. Az, hogy hiányoznak a lábaim, szerencsére így születtem. Tehát, hogy nekem, én nem tudom milyen az, hogyha lenne lábam. Nincs, ami hiányozzon, és ez az, amit az emberek nem tudnak elfogadni velem kapcsolatban, vagy nagyon-nagyon nehezen. És ha már sikerül, akkor látják, hogy tényleg nekem aztán semmi nem gond. Elmeséled nekünk, hogy az hogy volt, amikor téged hazavittek a kórházba? Mert engem nagyon-nagyon megrázott,
hogy igazából, ha már elfogadásról beszélünk, hogy a szüleidet tulajdonképpen le akarták rólad Persze. beszélni, és hogy milyen fontos, hogy ők a sarkukra álltak és nem engedték ezt. Igazság szerint, amikor én megszülettem, ugye császárral születtem, és mert farfekvéses voltam, és ugye anyukám úgy félig meddig altatásban is volt, és amikor megszülettem, halva születtem, ugye újraélesztettek, és de nem mutattak meg se anyukámnak, se apukámnak, hanem így elvittek. És miután anyukám magához tért ugye a kórterembe, akkor közölte vele az orvos, hogy nekem nincsenek lábaim, és úgy hát újra is kellett éleszteni, és úgy valószínűleg szellemileg sem lesz a kép, se testileg se lehet, hogy nem tudom hány évig fogok élni, és hogy inkább adjanak örökbe, mert mint gyakorló apuka azt tanácsolja, hogy ő ne éljen ilyen korlátozott életet miattam, és hogy nekem is jobb lesz ott, ahol tudnak, tehát hogy ez a szakmája az embereknek, tudnak rám vigyázni, és hogy ő megfelejtsen el engem. Tehát, hogy, és akkor anyukám ugye haza is ment a kórházból, ugye miután elengedték ugye a sebe miatt, és hát otthon azért ő eleget tipródott, meg elég nehéz időszak lehetett, én is csak elmesélés alapján tudom elmondani, és azt is tudom, hogy hát na, tényleg kemény időszak lehetett, hogy van egy kisbabád, nem is láthattad, és akkor azt mondja egy orvos, hogy add örökbe. Tehát, hogy ezek ilyen nehéz dolgok, hogy kvázi a fejed felett döntenek, és te neked, mintha nem lenne más választásod, mint elfogadni. Ez ugye ez ilyen kényszerhelyzet. És aztán mondta, ugye apukám titokba bejött meglátogatni, és a nagymamám is anyukámnak az anyukája. És ők már beszélték, hogy ez nem fog elmenni az örökbeadás útjára egyáltalán, meg hogy szerintük nincs velem egyáltalán baj, és a mamám pedzette fel a kérdést, hogy mi lenne, ha megkeresztelnénk ezt a kislányt ugye anyukámnak, és akkor anyukámból kibuktak a dolgok, elmondta, hogy érzi magát, meg ő hogy van, és akkor úgy kvázi egyik reggel úgy kelt fel, hogy Tihamér, így hívják apukámat, összeszereled a kis ágyat, és hazahozzuk, lesz, ami lesz. És elmondta utólag, tehát hogyha neki egyből megmutatnak, akkor ez az egész kálvária nincsen, mert nincs az, aki el tudna szakítani egy kisgyereket, hát nálunk ugye megcsinálták az édesanyjától. De szóval igazából ilyenkor gondol az ember arra, hogy mekkora felelőssége van azoknak az orvosoknak, akik ilyet mondanak egy szülőnek, mert igazából tőled is elvették azt az első, nem tudom, egy-két hetet, amíg te ott voltál. Ami az egyik legfontosabb egyébként a kis babák számára. Nyilván minden fontos, de az, hogy a világra jössz, és az, hogy idegenek rakosgatnak jobbra-balra, mint az, hogy az édesanyádon vagy az édesapádon vagy, azért meghatározza az életet. És például nekem ez pszichológiában is előjött, amikor ugye, tehát hogy készültem a versenyre, meg most is, és ezek a dolgok előjönnek, ezek a kötődéses dolgok, hogy nehezebben megy nálam, és lehet, hogy emiatt, de hát lehet, hogy nem emiatt, ki tudja. Ha már a versenyt beszéltünk Tokióról, és arról is, hogy mekkora presszió volt rajtad, hogy azt kérdezték, hogy mikor lesz már arany, de mikor hitted el először azt, hogy akár lehet arany is. Lehet, hogy nem beszéltél róla, de hogy belekerült a fejedbe, hogy megvan hozzá minden erőd, adottságot, hogy aranyérmet szerez. 2019-ben, amikor világbajnok lettem, akkor én már úgy, tehát úgy készültem Tokióra, ugye akkor még nem volt erről szó, hogy itt eltolódik egy évvel. Én akkor már úgy készültem, hogy igen, szeretnék legelőrébb végezni, de nem mondtuk ki. Tehát, hogy még Álmossal, aki ugye a párom is, és az edzőm is, még egymás köz sem mertük kimondani, én emlékszem erre. Tehát nem úgy volt, hogy azzal mondjuk, jó, hát ezt megnyerjük, és soha egyszer nem mondtuk ki egymás közt, hogy ez a cél. De ez volt a cél. Hogy készültetek különben? Ugye előbb szóba hoztad, hogy te pont annyit edzel, mint hosszú Katinka, az mit jelent pontosan? Mennyit? Hát órában, igen. Tehát, hogy ha most nem a mostani állapotot nézzük, amikor visszatérek az úszodába, nekem van reggel egy 2 órás kondi edzésem, van egy 2 órás úszóedzésem, és délután is egy 2 órás úszóedzésem. Ez 6 óra. Nyilván ebben benne van az, hogy nekem azért regenerálódnom kell napközben, nem vagyok mai csirke, én is már 30 éves leszek jövőre. Azért megérzi az ember, akkor el kell járnom gyógytornára, pszichológushoz, és egy nagyon komoly étrendet kell tartanom, hogy ne hízzak meg, mert nagyon hízékony vagyok. És hát ez egy ilyen 0-24 órás elfoglaltság egyébként. A fizikai munka az 6,
6-6 és fél, valamikor alapozó időszakban 7 óra is szokott lenni, tehát nagyon-nagyon sokat edzünk. Kilométerben ez úgy néz ki, hogy nyilván az időszakoktól függ, hogy milyen közel vagyunk a főversenyhez, mert akkor kevesebbet szoktunk előtte úszni, már hogy frissüljünk és gyorsuljunk, de alapozó időszakban, ami most következik, azért a 12 is becsúszott már a napi 12 kilométer. Az rengeteg. Hát azt még kimondani is. Van, amikor épek se úsznak annyit. Tehát, hogy amikor a Verasztó Dávid ugye mellettünk edzett nagyon sokáig, és oda szólt, hogy minek úsztok ennyit, te jó Isten! Tehát akkor már én is elgondolkodtam, mert ő egy nagyon-nagyon dolgos, és nagyon szorgalmas, és tehát, hogy nála többet dolgozni tényleg nem láttam embert. És amikor ő oda szól, hogy hát ez nagyon sok, akkor úgy elgondolkodsz, hogy igen, lehet, hogy ez egy beteg adag már. De ezt te erőlteted, vagy Ámos? Ez meg van beszélve, minden meg van beszélve, hogy kinek hogy van. Én nagyon szeretek nagyon sokat úszni. Én a munkában hiszek, nem abban, hogy otthon ülünk, és akkor hogy valami legyen. Te is, az mekkora fegyelmezettséget igényel, hogy folyamatosan figyeld az étrendedet, mert azt mondtad, hogy hízékony vagy, tehát, hogy mert az ember azt mondja, hogy jó, hát szeret úszni, leúszta azt a 12 kilométert, de hogy állandóan azt figyelni, hogy akkor mit eszem, mennyit eszem belőle. Szerintem ez csak úgy megy, hogyha átállsz egy életformára. Én, akik ismernek, tudják, hogy én élek-halok az édességért, a csokiért, hát ezekről le kellett szoknom, legalábbis olyanokat választottam már, ami cukormentes, és akkor megvan, hogy mikor ehetem, tehát hogy edzések után mennyivel ehetem, megvan, hogy edzés után, edzés előtt mit kell ennem, vacsorára mit tehetek, szóval, és akkor egy idő után rááll az ember, és én azt vettem észre magamon, hogy ahogy így átálltam ebben az életmódváltásban, erre az egészségesebb dolgokra, a salátára, utáltam a salátát, tehát engem meg kellett erőszakolni, hogy megegyem ezeket, és valahogy adtam neki egy hónapot, és teljesen átállt a rendszerem, és azt vettem észre, hogy már így sokkal frissebb voltam. Tehát, hogy amikor aludtam, mondjuk kevesebbet tudtam aludni, akkor is sokkal jobban bírtam az edzéseket, jobb kedvem volt, és tényleg olyan energikus voltam, ami előtte soha hiába aludtam 12 órát mondjuk egy hétvégén. És ezt tapasztaltam a felkészülés közben is, hogy amikor hétvégén mondjuk vasárnap elengedtem egy kicsit magamat, akkor már hétfőn neccesebben keltem, viszont hétfőről kedre, ami elvileg fárasztóbb már, ott meg már frissebb voltam. Ezek az én kis ilyen megfigyeléseim, de 100%-osan hiszek az étrendben, meg ebben az egészséges életmódban. Úgyhogy nem volt nehéz átállni nekem. Mindenben tudatos vagy? Próbálok az élet minden területén tudatos lenni, igen. Párizsra az teljesen biztos, hogy mész? Tehát azt eldöntötted, hogy a párizsi olimpia neked ott a helyed? De igen. Én úgy gondolom, hogy ezt eldöntöttük Ámosra, hogy ez nem csak az én döntésem, az övé is. Nyilván a legnehezebb, ahogy ugye az elején is mondtam, hogy most a célokat megtalálni. Jövőre egy világbajnokság van, tehát hogy fel kell pörgetni újra, mert mi meg én hiszek abban, hogy ha történik velünk egy rossz, akkor ugye azt szokták tanácsolni, hogy te legyünk túl rajta, és tegyünk úgy, mint nem az, hogy nem történt volna meg, de éljük tovább az életünket. Én ugyanígy vagyok a jóval is. Megtörtént a jó, nem szabad abban a mámorban meghagyni. Ez ugyanúgy megtörtént, mint a rossz is. Menni kell tovább az életnek, nem szabad abban bent ragadni, abban az állapotban. Na jó, azért képes vagy arra, hogy ünnepeljél, szóval azért tényleg könnyedebb olimpiai bajnok lettél, tehát hogy azért a sikereidet, azokat meg tudod. De általában így tudomásul veszem csak a dolgokat, de igen, meg tudom, meg főleg akkor, hogyha amikor láttam a családomat, hogy reagáltak, nekem ezek jól estek, és ezek jelentették azt, hogy ez egy aranyérem lett, nem az, hogy tehát, hogy megnyertem egy futamot. Ugye nekem, amikor leesett ez az egész, nem a futam után volt rögtön, hanem amikor a nyakamba vettem az érmet, meg amikor bemondták, hogy én vagyok a paralimpiai bajnok, és akkor tényleg lepergett a sok rossz, amit kaptam emberektől, a sok lemondást, hogy egyrészt emberek lemondtak rólam, és azt mondták, hogy soha nem lesz belőlem semmi, és hagyjam az egészet, illetve az is, amit én lemondtam. Tehát, hogy én sose jártam bulizni, én nem iszok alkoholt, én ennek szentelem az életemet, mert ez a legfontosabb. Azt, hogy lemondtak rólad emberek, hogy soha nem lesz belőled senki, ebből azért tudtál például meríteni, hogy csak azért is megmutatom, Dafke? Én ilyen vagyok.
nem tudják, de lehet, hogy ez az egyik titkom, hogy ugye gyerekkoromban is lemondtak rólam, és mindig lemondanak, mert ahogy meglátják ezt az állapotot, azt mondja, képtelen vagyok bármire is arra, hogy egyedül éljek, vagy lélegezzek. És én szeretek erre rákontrázni, hogy ez nem így van, és bebizonyítani, hogy ez nem így van, mert feldühít az, amikor így gondolkodik valaki rólam, vagy bármilyen fogyatékkal élő társamról. Ezért is érezted annak szükségét, hogy csinálj egy alapítványt, ahol azokat támogatod, ahol szintén fogyatékkal élő paralimpiai sportolók és családjuk kap tőletek támogatást? Ez az alapítvány miattam lett létrehozva, mert az elején a szüleim szponzoráltak mindent, és ez azért anyagilag elég megterheli a családot, főleg amikor mondjuk el kell utazni bármilyen külföldi versenyre, mondjuk Sheffieldbe, és egy versenyre szára nem kell bemutatnom 100 000 forint, és miután úgy alakult az életem, hogy világbajnok lettem, és végre meg tudtam élni abból, amit dolgozok, tehát hogy az úszásból tudok megélni, nem akartuk beszüntetni ezt az alapítványt, megtartottuk, és ami arra jön összeg, azt én odaadom általában, tehát veszek vagy versenyre ezt a társaimnak, volt már ilyen, vagy ha valakinek edzőtáborra lenne szükség, akkor azt szponzorálnám, tehát hogy így gondolkodok természetesen a Vasason belül, mert én is azért haza szoktam beszélni, és én abban a műhelyben hiszek. Nem akarom rád rakni a terhet, és egyáltalán nem szeretnélek presszionálni, és nem szeretném azt, hogy a beszélgetésünk arról szól, hogy na Párizsban vajon meg tudod-e ismételni a Tokiót, de azért nem létezik, hogy ezt ne kérdezzék meg tőled. Mindenki ezt kérdezi. Ugye, mindenki ezt kérdezi nyilván. A kérdés az, hogy te szoktad-e megkérdezni magadtól, vagy egyértelműen azt mondod, hogy tuti, meg tudom csinálni, majd nyilván a körülmények, aztán majd meglátjuk, hogy milyenek. Nem tudom befolyásolni a körülményeket, ennyire előre nem látok. Ha jövőre lenne, akkor meg tudnám mondani a választ, így nem. És de... akkor mit mondanál, akkor mi lenne a válasz? Hogy fel tudnék szerintem készülni, viszont tényleg nagyon sok összetevős ez a dolog, és nekem Tokió előtt volt egy válműtétem egy évvel előtte, mert pontosan a halasztás miatt, és azt meg kellett lépnünk, különben nem tudtam volna felkészülni rendesen. És ott is voltak kételjeim, hogy most ezt meg tudom-e csinálni, de ez erősített végig, hogy igen, hát ha én nem. És sikerült, úgyhogy most is így vagyok vele, hogy biztos sikerülne, de lehet, hogy most még így azért kicsit pihennék, hogy azért legyen ez a 3 éven meg. Szeretnék ott lenni, ha nem sikerül megismételni, ez nem ilyen védőbeszéd, én már elértem a célomat, tehát hogy minden plusz, amit kapok, nekem nem célom az, hogy 2-szeres paralimpiai bajnok legyek, vagy 100-szoros, nekem ez volt a célom, hogy egyszer hadd legyek első, és nekem játsszak a himnuszt, és ez megtörtént. Már a világbajnoksággal, ugye, csak hát ugye onnantól az ember már nem hagyja abba, hát akkor már a paralimpia is cél. Igen, csak azért érdekes, amit mondasz, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy akkor tudnak még nagyobb teljesítményt kihozni magukkal, ha kijelölnek egy olyan konkrét célt, amit el akarnak érni. Igen. Ebben az esetben, hogy te azt mondod, hogy oké, vagy meg lesz, vagy nem lesz, de nekem már mindegy, mert megvan Tokió, akkor megvan-e az a, vagy meg lesz-e az a nagy elszállás, hogy ugyanúgy belerakod azt a napi 6 órát, 12 kilométert, nagyon fegyelmezett táplálkozást, és a többi, és a többi. Szerintem ez cél nélkül is van, mert én általában nem ennyire előre állítok fel célokat, hanem aznapi célokat állítok fel, és hát nem tudom, nem gondoltam volna, hogy közel 30-hoz ilyen lelkes leszek. Nézem így a társaimat, akik ugye szintén ott voltak velem a paralimpián, sokkal fiatalabbak nálam, és minden bajuk van. Mit keresünk még itt az úszodába? Edzeni kell? Én meg olyan lelkesen megyek le és úszok, nem is értem őket, mi bajuk van. Miért nem lehet csak ezt élvezni, ugye, és csak csinálni, és mindig ez, hogy hol van még Párizs, és kit érdekel? Azt kell nézni, hogy ma jól érezd magad. Szerintem igen, tehát hogy ez mindentől független. Ahogy közeledik majd a verseny, én majd úgy leszek egyre tüzesebb, én úgy gondolom. És ezek a napi célok, amiket mondtál, ezek micsodák? Tehát akkor felkelsz reggel, és kitűzöl magad elé valamit, hogy akkor a mai napom az erről fog szólni? Eleve nehéz most újra felkelni, ugye azért eléggé felborult. Én mikor Párizs, Tokió előtt, mikor edzettünk, akkor én 11-kor már ágyban voltam. Azért itt ezzel az ünnepléssel, meg hogy ide kellett utazni oda, eléggé felborult, és ilyen
hajnali 2-kor is feküdtem le, és 10-kor keltem fel, vagy délben, úgyhogy ezt próbálom visszaállítani az életemet a normál kerékvágásba. Tehát, hogy ez is, hogy nehéz felkelni, de hogy lemegyek, és hogy tök jó érzés lesz. Nekem ad annyit az úszás, meg az a közeg, hogy szeressek oda járni, és megcsinálni. Meg tudom, hogyha megcsinálom, akkor tettem valamit magamért. Nem lustultam. Nekem lelkiismert furdásom van, mondjuk egy hétvégén is, hogy nem vasárnap, de szombaton szokott lenni edzésünk. És most még nincs, és teljesen rosszul érzem magam szombaton, hogy nem voltunk edzeni, hogy most akkor 2 nap megint kimarad, de hogy ugye még nem szabad ilyen hamar visszamenni, legalábbis nálam plána nem, mert azért ezek az ízületek utána elég hálátlanok tudnak lenni, úgyhogy figyelni kell mindenre. Tehát akkor magyarul lelkiismert furdalásod van attól, hogyha csak úgy vagy, és lustálkodsz mondjuk? Ez volt végig ebben a 2 hónap pihenőben, tehát teljesen nem találtam a helyemet. Mondom, hogy mikor lehet már visszamenni? Persze, miután már közeledett a nap, hogy vissza kell menni, akkor meg már az volt a bajom, szóval én is tipikus nő vagyok ilyen. Sokszor mindig minden baj, vagy tipikus ember, mert a férfiaknál is előfordul ezért. De figyelj, mi van akkor, amikor már nem mész? Mert ugye oké, jön Párizs, de hát most már többször hivatkoztál a 30 éves korodra jövőre, és akkor most még jön Párizs, azt lenyomott 33 évesen, de hát nyilván az idők végezetéig fogsz úszni, van már valami a fejedben, hogy mi az az irány, ami után mész? Nekem ez a motivációs előadás vonal, ezt tetszik. Nagyon sok helyre hívnak szerencsére, most megint Covid lesz, úgyhogy most megint kevesebbet, de úgy látom, hogy az emberek szeretik, élvezik, és tényleg 100%-ban pozitív a visszajelzés, és ez jelzi nekem azt, hogy igen, ezzel kell foglalkoznom, mert az emberek kíváncsiak, érdekli őket, hogy mi van velem, hogy élek így láb nélkül, mert ilyennel nem találkozik az ember minden sarkon, és nekem ez nem esik nehezemre, és látom azt, hogy egyes fafejű embereknek a gondolkodását is, hogy meg tudja változtatni azt, hogy én hogy állok az állapotomhoz, és akkor, tehát, hogy ő is hogy áll mondjuk majd a sajátjához, vagy az embertársaihoz, akikkel kapcsolatban van. Nekem már tényleg így megéri ez, hogyha egy ember gondolkodásmódját is meg tudom változtatni. De szerencsére az utóbbi időben elég sokat sikerült. De Fanny, de azért... Ugye azt mondtad, hogy ez egy állapot, ezzel nem tudsz kezdeni, és tulajdonképpen te úgy vagy jól, ahogy vagy, de ez mindig így volt? Te gyerekként is így gondolkoztál, vagy ezt neked meg kellett tanulni, vagy pszichológus segítséget kellett kérni, vagy a szüleit segítettek, vagy a tesód, nem tudom, tehát hogy... Amikor rossz kedvem volt, az általában azért volt, mert mondjuk elmentünk egy strandra, és nagyon megbámultak az emberek, tehát hogy mindig a társadalom miatt, akik nem láttak még hasonlót, tehát hogy a családom, akikkel együtt élek, ők így fogadnak el, ahogy vagyok, és olyan jó lenne, ha ez mindenki így lenne vele. Nyilván ez egy szép vágyálom, de azért szeretném, ha felé menne a világ, hogy ne csodálkozzanak rám. Nem, nekem is vannak így rosszabb napjaim, de mondom, másokhoz köthető ez általában nekem az elhízás, ez az, ami bántani szokott, főleg azért, mert én egy versenysportoló vagyok, és ott nagyon fontos tényleg az, hogy nem mindegy, hogy most 50 kilót cipelek magammal, vagy 60-at, ezek nem mindegy dolgok. Meg hát úgy érzem jobban magam, és tini koromban, amikor már a barátnőim pasiztak, akkor úgy nekem is felmerült a kérdés a fejembe, hogy vajon kinek fogok így kelleni, és hogy lesz-e olyan társam, aki, tehát hogy így is szeretni fog, hogy nem azt fogja nézni, hogy én milyen állapotban vagyok, hanem engem, hogy jó fej tudok lenni, humoros is, tudok rossz fej is lenni, meg duzzogó, meg tehát, hogy ilyen változékony, ilyen minden egyben, és hogy talán ezt fogja nézni, és hát szerencsére ugye ezzel sosem volt úgy problémám, de azt gondolom, hogy az úszás pont jókor jött az életemben, mert amikor ezek elkezdtek foglalkoztatni engem, akkor jött az úszás az életembe, ugye 13 és fél évesen, 14 évesen már az első versenyemen indultam, és igen, pont jókor történt ez az egész velem. Az mit ad meg, mit vesz el
lehet, hogy semmit nem veszel különben, hogy a párod egyben az edződ is, tehát hogy gyakorlatilag majd, hogy nem 24 órában éjjel-nappal együtt vagytok, és nyilván az ember, amikor megharagszik mondjuk az edzőjére, mert nem ért vele együtt, hogy most miért kell ezt csinálni, stb., akkor nem tud otthon panaszkodni a párjának, hogy hát most mondd meg. Igen, mi szerencsére azért szeretünk egymás társaságában lenni, és tényleg, hogyha van olyan, hogy külön vagyunk, de már annyira össze vagyunk nőve, hogy hiányzik a másik ilyen tényleg pár óra után is. Nem tudom, hogy nem tudtam, hogy ilyen van, meg ilyen létezik, de szerencsére mi nem unjuk egymást. Ha ki vagyunk egymástól, igen, akkor vannak ilyen problémák. Nálunk is mindenhol vannak veszekedések, konfliktus helyzetek, de általában ugyanilyen kis hülyességeken tudunk összekapni, hogy ő mondjuk ezt gondolja, én meg azt gondolom, és akkor az két egó találkozik egymással, mert amúgy neki is nagy egója van, meg nekem, tehát hogy igazságharcosok vagyunk mind a ketten is. És sokszor ezt nagyon meg kell tanulni kezelni. Az úszodában ott több volt a konfliktus, tehát hogy nekünk a magánéletünk az így nyugodtan zajlik, viszont az úszodában, ahol én fáradt vagyok, és küzdök az elemekkel, és tényleg le vagyok strapálva, ott azért ott szoktak, én nem olyan hangnembe szólalok meg, akkor az neki nem tetszik, és akkor sorolhatnám. De szerencsére én ezt is pszichológus segítségével lett, ez nagyon jól számomra kezelve, mert én megtanultam úgy kezelni, hogy van egy cipője, egy nadrágja, meg egy stopperórája, és azt, ha felveszi, akkor ő nekem az edzőm. És egyébként a magánéletet nem visszük be az úszodába, és ha az úszodába összeveszik az edző meg a tanítvány, akkor az ajtón már mosolyogva jövünk, és semmi bajunk egymással, mert pontosan tudjuk, hogy mivel 0-24-ben együtt vagyunk, nem lehet haragudni. Tehát, hogy fél óránál tovább nem haragudhatsz a másikra, mert utána egész nap őt nézed. Ezeket gyorsan megtanultuk kezelni, megmondom a konfliktusokat is, de szerencsére nincsenek ilyen kisebb súrlódások vannak, de hát azért, mert az uszodában az egy kemény meló. Most azon gondolkoztam, hogy vajon meddig lehet ez a felállás? Ugye Párizs, azt előbb beszéltük, ott azért 33 éves leszel, az benne van a fejedben, hogy mi ez a korhatár, ameddig még úgy érzed, hogy érdemes úszni, nincsen? Tehát, hogy ez... Nincs. Konkurencia határoz meg. Igen? Tehát, hogyha már ilyen nem tudok éremér úszni, akkor nincs értelme folytatnom, de most lehet, hogy 35 évesen is még tudok úszni éremér, akkor én ott leszek, mert én nem látom a végét ennek. Meg, tehát, hogy egy sportolónak az idő a legnagyobb ellensége, mint a medencében, és mind a szárazföldön, mert megy az életünk, és a szervezetünk is egyre, hát egyre jobban nem bírja a strapát, de én még úgy érzem, hogy nagyon bírom, úgyhogy még szerencsés vagyok. De hogy látod egyébként a versenysport jövőjét? Akár a paralimpiai úszásra, tehát arra nyilván nagyobb rálátásod van, de akár a mondjuk az épek úszására. Szerintem mindig van jövője ennek, tehát hogy olyan stabilan, minden ember verseng a másikkal. Nem kell el sportolónak lenni, hogy biztos te is versengesz, mert mondjuk valakit látsz, mit tudom én, hogy milyen a haja, vagy ne, tehát hogy mindig versengünk egymással, hogy nekem a Facebook képem jobb legyen, mint tehát, hogy ilyen hülyeségeken is, de hogy az emberek alapvetően így vannak beállítva, hogy jobb legyenek, mint a másik, és így. Aki meg nyilván nem, ő, tehát hogy ő elfogadja az állapotát úgy, ahogy van. De én is olyan típus vagyok, hogy csak előre, mindig előre, visszafelé ne. Miben változott különben a paralimpiai úszás ahhoz képest, amikor elkezdted? Van valami, amiben változott az edzés módszertan, vagy akár táplálkozás tudományi ismereteknek a beépítése? Tehát, hogy mi az, ami a leginkább? Igen? Én abban látom a legnagyobb kiúrát. Tehát, hogy én úgy tudtam megújulni, hogy ezeket betartottam, amit a dietetikusom Utasi Dominika előírt, mert ebben olyan robbanásszerű fejlődést tapasztaltam, hogy ahogy ugye az elején is mondtam, hogy sokkal frissebb lett, tehát jobban bírom néha, mint a 12 évvel fiatalabbak nálam, mert figyelek, és megéri ebben mindenképp. Hát a paraúszásban ugye a legnagyobb változás, ami történt itt Magyarországon, hogy végre tudják az emberek, hogy van ilyen. Igen, és akkor tehát, hogy így nyilván, ahogy egyre több a támogatás, ugye egyre több versenyre eljutsz, egyre népszerűbb, ezeket tapasztalom én. Tehát, hogy közelít az épekéhez, és ez nagyon jó dolog.
Előbb szóba hoztad a motivációs előadást, és az, hogy nem csak egy embernek, hanem sokkal többnek tudsz segíteni, ezt a saját történeteddel, meg a saját mentalitásoddal. Mi ez? Gondolom, hogy ilyenkor van olyan, hogy visszajeleznek valamit, hogy kik milyen problémákkal küzdenek, vagy miben tudtál adott esetben segítséget vagy támogatást adni. Mi az, ami leggyakrabban előfordul emberek között, hogy várnak valakit, akitől meghallják, és na ezt akkor át tudom fordítani a saját életemre. Amit a legtöbbször szoktam hallani, az, hogy nagyon motiválja őket, hogy így is lehet élni, és hogy ha én így ugyanazokat tudom csinálni, és ugyanazokkal a problémákkal meg tudok küzdeni, sőt számukra nagyobb az, hogy ugye mondjuk kerekesszékkel lejutni egy úszodába, vagy mondanom se kell, hogy azért lépcsőn nem lehet felmenni kerekesszékkel, és hogyha én ezeken így túl tudok lendülni, akkor ők is az életükben ilyen hülye kis dolgokon túl tudnak lendülni, és ezt szokták mondani, hogy, mint amit te is mondtad előbb, hogy nem kell a problémákkal foglalkozni, hogy mi generáljuk a problémákat sokszor. Ön érdekes, mert ezt már múltkor is mondtam neked, és most is azt érzem, hogy bár arról beszélünk, hogy még csak 29 éves vagy, de valami olyan bölcsesség van benned, hogy ha nem tudnám, hogy egy 29 éves fiatal csaj ül velem szemben, hanem becsuknám a szememet, akkor akár azt is mondanám, hogy hát ez 50-60 éves nő, akinek már olyan élettapasztalata van, hogy ez elképesztő. Ez honnan jön? Fogalmam sincs. Hát talán azért, mert én azért gyerekkoromtól kezdve olyan nehéz szituációkat tapasztalok, főleg a társadalom által, amik azért erre késztetnek, hogy én azért készen legyek mindenféle helyzetre. Meg most ez így bután fog hangzani, de hogy például nekem, ha bejövök ide egy épületbe, arra is fejbe fel kell készülnöm 100 000 módon, hogyha nem akadálymentes, akkor. Tehát, hogy ezek is annyira megtanítanak az életre, meg az úszás is annyira az életre teremt, meg ezek a szituációk, hogy talán ebből jöhet. De én is például, nekem is ez az érzésem, mikor a Cselacival hallgatok interjút, hogy olyan, mintha egy nagyon idős emberrel hallgatnám, mert hogy olyan, mintha 1000 éves lenne, és olyan tapasztalatai vannak közben, meg egy fiatal srácról beszélünk, de annyi mindent megélsz a sporttal, ezzel az utazások, az emberek, az, hogy bánnak a társaid, a veszekedések, tehát a rivalizálások, ez az alárendelődés ugye az edződnek folyamatosan, meg az, hogy minden egyes másodpercért meg kell küzdened, hogy ezek nagyon megtanítanak az életre. Az nem is vetődött föl benned, hogy ha befejezette a versenyt, akkor mondjuk edzőként folytasd? Van edzői oké és végzettségem? Nem. Nem, lehet, nem tudom, én nem szeretnék így, én ezt nem bírnám idegileg. Ez ugye Álmosnak olyan türelme van hozzánk, hogy én szerintem ilyen rossz arc edző lennék, azt meg nem kívánom senkinek, mert ha rossz arc vagyok, akkor tényleg az vagyok. Tényleg? Igen, és azt nem kívánom senkinek. Jó ez így nekem, én csak erre születtem, hogy versenyző legyek, akkor biztos, hogy meg fogom találni az életemben azt, hogy miben versenghetek másban, de ezt így el tudom engedni. Én nem akarok főnök lenni. Előbb úgy fogalmaztál, hogy napi céljaid vannak, tehát, hogy ezért a nagyon hosszú távra nem tervezed, de mondjuk 5 év távlatában, hogyha mondjuk 5 év múlva hívnálak ide meg, akkor már túl vagy egy párizsi olimpián. Igen, de akkor már tudjuk. Édesanyja is vagyok. Akkor igen. Már édesanyja is vagy? Igen, 5 év múlva már bőven. Bőven? Azt kérdeztem tőled, hogy mondhatom-e, és azt mondtad, hogy igen, mert amikor hívtalak, hogy időpontot egyeztessünk, akkor kiderült, hogy a mennyasszonyi ruhapróbád van ma, tehát hogy akkor gyakorlatilag már papírral is szentesítitek a kapcsolatot, és igen. Akkor az anyaságra készülsz. Nem mondom, hogy készülök az anyaságra, ezt majd az élet ahogy adja. Én úszok, edzek rendesen, és majd ahogy alakul. Tehát, hogy én nem fogok így leállni, és akkor most akkor gyereket szeretnék. Nem. Ez így, ha jön, ha nem. Van, és szerinted te, lehet, hogy ez hülyén hangzik, de hogy mégis te milyen anya leszel? Mert ugye előbb úgy fogalmaztál, hogy a szüleid... Tudatos? Persze. Ugyanolyan, mint a szüleim. Tehát ők is tudatosan neveltek minket, nyitottan, tehát hogy mai napig úgy beszélek a szüleimmel, mint hogyha a barátaim lennének a legjobb barátaim, mert köztünk ilyen jó a kapcsolat szerencsére, és a mi négyesünk ugye a húgommal együtt nagyon erős tud lenni, meg az is, és ezt szeretném, azt, hogy tudja, hogy tudják, vagy tudja, hogy számíthat rám. Tehát, hogy én
nem akarok ilyen nagyon szigorú lenni. Tudom, hogy ezt majd az élet hozza. Vannak, szerintem minden nőnek vannak a fejébe gondolatok, hogy milyen szeretne lenni. Következetes és tudatos szeretnék lenni. Ezt biztosan tudom, hogy mindig kellenek célok. A gyereknek is. De én pont azért kérdeztem, hogy előbb úgy fogalmaztál, hogy hát egyáltalán voltak kőszívőek a szüleid, de mégis ők arra kényszerítettek téged, hogy mindent oldjál meg egymagadban, és tulajdonképpen ezzel tették a legjobbat. És ugye az volt bennem, hogy hát te látod azért, hogy abba mennyi veríték van, meg mennyi belepakolt munkaóra, hogy az ember egyedül meg tudjon egy csomó mindent oldani, és hogy vajon a gyereked esetében te tudsz-e ennyire tudatos lenni? Remélem, ez majd egy új életszituáció lesz. Én így igyekszem. Azt tudom, hogy a medenceparton fog felnőni, mert tehát, hogy tudom, hogy ha megszületne, én nem szeretném miatt abba hagyni az úszást. Én pontosan azt szeretném, hogy ő is ebben szocializálódjon, és érezze azt, hogy ez egy, tehát, hogy egy erőt képviselünk az apjával is. Tehát, hogy majd meglátjuk, hogy hozza az élet, nem tudom. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és nagyon bízom abban, hogy ezt nagyon sokan látták és hallgatták, és hogy ugyanaz a benyomásuk veled kapcsolatban, mint nekem, hogy annyi mindent lehet tanulni tőled, és olyan sok mindent el lehet vinni, úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen. Majd ahhoz, hogyha bekötik a fejedet. Igen. És hát tényleg nagyon drukkolok, hogy akkor vissza tudjál találni ahhoz az edzéstervhez, amihez már lassan szeretnél odaérni. Igen. És tényleg bízom benne, hogy azért Párizs után is tudunk beszélgetni, és teljesen mindegy, hogy milyen éremmel a nyakad, és mondjuk lehet, hogyha akkor meghozod a kisbabát, akkor még a gyereknevelésről is csacsogunk egy kicsit. Meglátjuk, köszönöm szépen a meghívást. Én köszönöm még egyszer.